A Holduna háromszög címmel nyílt fotókiállítás augusztus 11-én pénteken a Magházban Tolnán, ahol Balogh Zoltánné amatőr fotós képeit tekinthették meg a természet iránt érdeklődők. Körülbelül 2-3 évvel ezelőtt kezdtem el rendszeresen fotózni, előtte is fotóztam, de akkor csak telefonnal. Amikor a legkisebb unokám is iskolába kezdett járni, akkor úgy éreztem, hogy még nyugdíjas, több szabadidőm van, és ezt a lehetőséget akkor ki kellene használnom, és nem a fotelba ülni, hanem kilépni a komfortzónából. És ez adta az inspirációt arra, hogy előbb gyalog, sétálva a Holduna partját járjam, később pedig kerékpárral. Az új hobbi az unokák kirepülése után vett komolyabb fordulatot, és a felszabaduló időnek hála meg annyi felvételen csodálhatjuk meg az ébredező, vagy éppen nyugvó természeti tájat. Amikor elmegyek fotózni egy délután, van mikor 200-300 fotót is készítek, és meg szoktam osztani a közönségnek is, hogy várom a visszajelzést, és meg azért is, hogy más is lássa azt a szépséget, amit én meglátok. Másnak is meg tudjam mutatni a lehetőséget, hogy igenis fel lehet állni a komfortzónából, és el lehet menni sétálni. A bogyiszlói faddi tolnai három holtág mentén készült, közel 60 kiállított képen a vízvilág növényeiről, állatairól és magáról a tájról láthatunk felvételeket a különböző napszakokban, évszakokban. Sok fotót kell ahhoz csinálni, mire egy megtetszik annyira, hogy abból esetleg tehát kiállításra való fotó legyen. Nem gondoltam én se, hogy kiállítani fogok képeket. Szekszárdon jártam 2 évvel ezelőtt egy néptáncfesztiválon, amikor is a szekszárdi Babits Mihály igazgatója felkért, mint hát régi ismerős, felkért arra, hogy esetleg egy kiállításra a fotóimat meg lehetne jelentetni. A rendezvényen közreműködött a De Valami Duó, Deák Laci, Varga Misi szereplésével. Nyugdíjasként megtalálta a kiállító a neki és másoknak is örömet okozó szabadidős tevékenységet. Behozza a falak közé azt, ami kinn van a természetben, a legtöbb ember számára távoli, elérhetetlen helyeken. A kiállítás megnyitó Tóth Györgyi, a Tolnai Kulturális Központ igazgatója kihangsúlyozta a képsorozaton megjelenő napfelkeltét, amely így szinte megvilágította a termet. A képalkotó is úgy érzi, hogy azok a legsikerültebb felvételei, amelyek az ébredő táj hangulatát, színeit, romantikáját mutatják be. A tárlat szeptember 1-ig tekinthető meg.